Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. Ahogy Instagramon láthattátok, nemrég volt egy kis technikai gebasz, viszont mivel egyedül csinálom ezeket a videókat, azért nincs senki, akire foghatnám, hogy miért nem voltak feltöltve az aksiaim. Viszont emiatt elment egy csomó idő, úgyhogy most nagyon kevés idő maradt arra, hogy összerakjam ezt a videót, pedig a szokásos kísérleten kívül, amiben konkrétan a kedvenc bűvésztrükkömet fogom nektek leleplezni, még három másik dologról is beszélni kell. Az egyik, hogy most péntek este folytatódik a két hete elkezdett Memóval közös kvízjáték sorozatunk élőben itt a csatornán, ha jobban belegondolsz. Ebben Cikkely Marcival a Memo részéről mérkőzzünk meg egymással. Két vendégünk jön két különböző területről minden adásban, ők hozzák a kérdéseket, mi pedig megpróbálunk a legjobb tudásunk szerint válaszolni, és mivel élő az adás, ezért akár ti magatok is bekapcsolódhattok és próbálhattok minket segíteni, vagy ahogy a múlt héten kiderült, inkább sokszor elterelni. Minden esetre most is jól fogunk majd szórakozni, legalábbis nagyon remélem. A két témakör az IT security és a filmek lesznek. Két egymástól nagyon különálló terület, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ki fog nyerni. A múltkor sajnos Marci nyert. A második téma, mielőtt rátérek a bűvésztrükre, azt mindjárt hozom. Az, hogy éppen lomtalanítok, és szeretném valakinek oda ajándékozni a régi 3D nyomtatómat. Tehát tök ingyen, ha kéritek, írjatok, és elvihetitek. Sőt, még kaptok hozzá ilyen műanyag filamentet is, viszont amint látjátok, ez is, illetve maga a szerkezet, itt fogja a port. Szó szerint. Azért néhány dolgot érdemes róla megjegyezni, ez nem épp a legkorszerűbb modell, az Ultimaker Original Plus, ami jó régen jött ki. Egész biztos, hogy sokat kell majd rajta mókolni, az is lehet, hogy ki kell benne cserélni egy-két alkatrészt, ezt nem tudom garantálni, hogy kifogástalanul fog működni. Utoljára 4 éve kapcsoltam be, és elég sokat kellett küzdenem azzal, hogy ki tudjak nyomtatni vele egy kis szírszart. A nyomtatónak nem fűthető alapja, úgyhogy ne is álmodjatok arról, hogy ilyen nagy kiterjedésű dolgokat könnyen tudtok vele nyomtatni, úgyhogy egész biztos, hogy fel kell készülni arra, hogy lesznek olyan technikai kihívások, amiket a sokkal újabb, sokkal modernebb 3D nyomtatók már pikpak tudnak kezelni. Ja, és nem fogom elpostázni sehova, nem fogok vele elmenni sehova, el kell jönnötök érte Zuglóba és személyesen átvenni. Az is lehet, hogy csak alkatrésznek fogjátok tudni használni, és építhettek belőle valami sokkal jobb és sokkal menőbb dolgot, viszont ha ezek ellenére is úgy döntötök, hogy kell esetleg nektek, akkor nincs más dolgotok, mint bekövetni a szponzoromnak az oldalát, kommentelni az ottani bejegyzés alatt, betegelni még legalább 4 embert, nem csak vicceltem, szóval az egyetlen dolog, amit tennetek kell, hogy írjatok nekem egy e-mailt a bázis@szertár.com címre, és írjátok le, hogy mire használnátok szívetek szerint, és majd válogatok ezek közül, hogyha többen lennétek. Nyilván előnyben fogom azokat részesíteni, akik valami hasznos dolgot tudnak majd kihozni belőle, és esetleg másokat is segítenek vele. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen projektekkel álltok elő, de mondom, nem garantálok semmit, hogy siker lenne belőle. Harmadik téma, jöjjön a kísérlet. Hát nem tudom, hogy lehetne gördülékenyen átkötni a 3D nyomtatóról, valószínűleg úgy, hogy még Portugáliában használtuk ezt egy ottani építészhallgató barátommal. Egy közös projektünk volt, amiben különböző logikai játékokkal, feladványokkal, ördöglakatokkal, ilyenekkel foglalkoztunk, és nagyon nagy szolgálatot tett nekünk ez a nyomtató, amikor prototípusokat kellett nyomtatni, meg modellezni akartuk az egészet. Úgyhogy volt használva annak idején rendesen, tökéletesen működött, de most már nem a 3D nyomtatót fogom tovább éltetni, hanem ezt a trükköt, amit szintén Portugáliában tanultam. És a kapcsolódó történet az az, hogy volt Portugáliában egy kicsit érdekes fizikus kollégám, aki egyszer újongva jött oda hozzám, különösen, hogy látta, hogy szeretem a logikai feladványokat, hogy járt nála nemrég egy matematikus csapat, aki a kezébe nyomott egy gyűrűt, nem ezt, de egy ilyesmi gyűrűt és egy láncot. A lényege az volt, hogy valahogy ráhúzták a láncra a gyűrűt, és amikor elengedték a gyűrűt, az ahelyett, hogy leesett volna, felakadt erre a láncra. Mondta, hogy ezt ő is kipróbálta, jót röhögtek rajta a matematikusok, de nem tudta megcsinálni, úgyhogy ideadja nekem a láncot is, meg a karikát is, hogy próbálkozzak otthon nyugodtan, és próbáljak meg rájönni, hogy mi a titok nyitja. Mivel határozottan állította, hogy a saját szemével látta, hogy működik, a matematikusok pedig megesküdtek arra, hogy ennek valós fizikai oka van, ezért nem nagyon kételkedtem a szavában, tehát mindig ott volt nálam legalább 2 héten keresztül a karika és a lánc, és rengeteget próbálkoztam, hogy el tudom-e érni azt az állapotot,
amit szóban elmondott. Tehát azt, hogy ha elengedem a karikát, az fennmarad itt a lácon. Nem mondom, hogy két héten keresztül napi 8 órában próbálkoztam, de az biztos, hogy kipróbáltam különböző módszereket, és rendszerint kudarc volt a vége. Aztán egyszer csak, amikor annyira nem figyeltem oda, rajta maradt a karika a láncon. Aztán az első siker után még frusztráló volt, mert próbáltam megismételni, és nagyon-nagyon nem ment, és sok időnek kellett eltelnie, amíg biztosan meg tudtam csinálni úgy, hogy 10-ből legalább 9-szer működjön. Később persze rákerestem és megtaláltam a fizikai magyarázatot is, illetve az is kiderült, hogy a bűvészek körében ez már egy elég elcsépelt trükknek számít, nagyon régóta ismert jelenség, de ennek ellenére nagyon-nagyon megszerettem, mert hogy egy tök jó kapcsolatot lehet ennek segítségével kialakítani a közönséggel science show-kon, amit használtam is rendszeresen, viszont ezután a videó után egész biztos, hogy nem fogom használni, mert hogy most lebuktatom magam. Előadásokon közvetlenül sosem árulom el, hogy mi a trükk, de mindig rávezetem őket, és hagyom, hogy gondolkodjanak, és ezzel nagyon jól meg lehet mozgatni egy nagyobb társaságot is. Jöhetnek a szavazások, mit csináljak másképp, működjön vagy nem működjön, ők is kipróbálják, fogják közben a kezemet, próbálnak rájönni, hogy mi lehet a titoknak a nyitja, és előbb-utóbb minden közönség rájön, és ezzel fenn lehet tartani a feszültséget folyamatosan, akár hosszabb ideig is. A bűvészrükkök nagyon sokféle típusba sorolhatók, persze nem vagyok bűvész, és Soma ezt biztos jobban el tudná mondani, de az egyik fő csoport az arról szól, hogy a bűvész megpróbálja elterelni a közönségnek a figyelmét, hogy éppen ne néz oda, amikor történik a trükk. Egy másik csoport az szimplán varázslat, akkor a bűvész valóban varázsol valamit, és ennek köszönhetően történik meg a jelenség. Bár szerintem ez elég ritka. Egy harmadik csoportban pedig olyan jelenségek vannak, amit akárhogy nézel, akkor sem fogod látni, mert hogy olyan gyorsan történik, hogy az emberi szem számára felfoghatatlan sebességgel játszódik le a dolog, és ez a jelenség ebbe a körbe tartozik. Szóval bármennyire is figyeltek, amikor az orrotok előtt elengedem a karikát, valószínűleg nem fogjátok látni, hogy mikor keletkezik rajta ez a hurok. Ez annak köszönhető, hogy az emberi szem nem képes ilyen gyorsan feldolgozni a környezetéből jövő információt, viszont a mobiltelefonom segítségével lehet 480 képkockát is rögzíteni másodpercenként, és ilyenkor már látszik, hogy mi játszódik le. Lényegében a karika meglöki a láncot, a láncon elindul egy hullám lefelé, a karika ezt a hullámot fogja követni, viszont a hullám a lánc végéről visszacsapódik, és pont abban a pillanatban, amikor a karika is odaért, áthurkolódik rajta. Ehhez persze az kell, hogy a karika megfelelő méretű és tömegű legyen, a lánc pedig megfelelő hajlékonyságú és hosszúságú, meg persze a technikára is érdemes odafigyelni, hogy hogy csináljátok, mert az sem mindegy, viszont mindent azért nem fogok nektek elárulni, valamennyit küzdjetek azért ti is. Viszont már így is több segítséget kaptatok, mint ami nekem volt annak idején, úgyhogy ezután gyerekjáték lesz, meg fogjátok oldani. És végül a negyedik téma, ahogy azt a Szertár Instagram és Facebook oldalán már láthattátok, megosztottam, hogy a Paksi Atomerőmű kiírt egy fotópályázatot, amiben olyan képeket várnak tőletek, ahol bemutatjátok, hogy hogyan jelenik meg a fizika a mindennapi életünkben, és egy kis művészi perspektívát is tudtok neki adni. Szerintem, ha egy ideje követitek ezt a csatornát, akkor nagyon sok inspirációt láthattatok már, érdemes nyitott szemmel járni a világban, és persze előkapni időnként a telefont, vagy éppen a fényképezőgépet, és megörökíteni ezeket. Én nagyon szeretném, ha olyan ember nyerne ezen a versenyen, aki egyébként nézi a Szertárt. Úgy néz ki, hogy a Paksi Atomerőművel jövő héten lesz egy együttműködésünk ennek a pályázatnak a kapcsán, úgyhogy fogok majd én is csinálni képeket, nem fogok nevezni a versenyre, viszont példákat szeretnék nektek mutatni, hogy mit érdemes fotózni, de nyugodtan adjatok ti is tippeket a videó leírásában, hogy mik azok a jelenségek, amiket itthon szerintetek érdemes lenne megörökíteni, és mondjuk akár egy ilyen fotópályázatra beküldeni. Azt hiszem, mind a négy témát sikerült kivesézni, a fotópályázat linkjét természetesen megtaláljátok a videó leírásában, egyébként pedig péntek este 7-kor élőben találkozunk itt, jön a Ha jobban belegondolsz, várlak oda is titeket szeretettel, sziasztok! Szóval bármennyire is figyeltek, amikor az orrotok előtt elengedem a karikát... Ups!